A kormány a költségvetést úgy vett elő, mint bűvész a kalapból a nyulat. Minden előzetes társadalmi egyeztetés nélkül az elmúlt 5 évet folytatva, a társadalmi egyenlőtlenséget növelve, és a gazdasági növekedést Európától leszakítva kívánja benyújtani a 2016-os költségvetését a kormány. Abban most bele sem megyek, hogy vajon milyen indokok, milyen politikai, vagy milyen társadalmi indokok állnak a benyújtás mögött. Sokkal inkább fontos, hogy mi az, amit ma a társadalom joggal elvár. Elvárja, hogy több pénze legyen az egészségügynek, elvárja, hogy több pénz legyen az önkormányzatoknak, elvárja, hogy több pénze legyen a szociális ellátásokra, és több pénze legyen az oktatásra. Ez az a 4 terület, amely mérsékelni tudja a Fidesz kormány által okozott társadalmi egyenlőtlenségeket. Fenntartjuk továbbra is, hogy igazságtalan és Magyarország gazdasági növekedését korlátozó az egykulcsos adórendszer. Nem értjük, hogy miért nem érti a kormány, hogy az elmúlt 5 évben szétszakította a társadalmat, és miközben azzal büszkélkedik, hogy csökkenti a jövedelmekre háruló adókat, eközben nem beszél arról, hogy növeli a fogyasztási adókat. Ma az emberek hiába kapnak többet, ha többet költenek annál is, amennyit megkapnak. Ezért olyan adórendszerre van szükség, amely a közteherviselését valósítja meg, tehát aki többet tud, az többet kell vállaljon abból a közösből, ami segítséget és esélyt ad mindenkinek a tudáshoz, az egészségügyhöz való hozzáférésre. Ezért várjuk a konkrétas tételes benyújtását a költségvetésnek, de az, hogy először beszél róla a kormány, miközben még nincs meg sem a valódi társadalmi partnerekkel való egyeztetés, az biztos, hogy a Magyar Szocialista Párt ezt a munkát el fogja végezni.